Köszöntöm nézőinket, az ismerős vendége, a Szexádi Gemenc Volán RT vezérigazgatója, Amren Károly. Igazgatór, szeretettel köszöntöm, és engedje meg, hogy mielőtt elkezdenénk beszélgetni a nézőket egy kis kulisszatitokba, avassam be. Amikor ennek a műsornak az első kiadását látják, akkor már zajlik, vagy legalábbis nagy előkészületei vannak annak a gálának, ami Tolna megyében eddig még nem volt, de mindenki hallhatott róla. Ez a prima primissima. Aranyfokozatú támogató, mondhatni ön és az ön mögött álló cég. Fontos volt tehát, hogy ezen ügy mellé álljanak miért? Kettős kötöttségünk is van ez a rendezvényhez, rendezvényhez nekem személy szerint, mivel a gemez volánt mint támogató van jelen, Másrészt pedig a VOSZ egyik tisztségviselője vagyok, és hát köztudott, hogy ezt a VOSZ rendezi, a Pesti, illetve az országos Budapesten minden év decemberében megrendezendő prima magála kicsinyített változata ez. Most meg fogjuk rendezni, illetve a VOSZ meg fogja rendezni valamennyi megyében. Ezért ez a kettős kötődés, Euh, részben a, a munkába is részt veszek, másrészt pedig a köz hát köztudott, hogy mi azért euh, szeretünk ott lenni a lehetőségeink euh, keretei között természetesen minden olyan rendezvényen, ami ebbe a megyébe euh, olyan érdeklődésre tart számot, mint például ez a rendezvény is. Reméljük, hogy a nézők is majd itt a televízióban nyomon követik és láthatják ezt, és természetesen azt is reméljük, hogy ezzel egy hagyomány teremtődött. Ez egy szép része az ön munkájának most napjainkban, de gondolom, hogy azért itt a különböző gazdasági viszonyok, a, a, a különböző világ nagy történései kapcsán azért nem ilyen könnyű egy másik része, hogy vannak önök mostanában a Gemenc Volán RT milyen időszakát éli. Hát a, a gemenc volán, ugyan azt szokták mondani, hogy háttal nem szabad mondatot kezdeni, de ez egy kicsit a bizonytalanságot is jelzi. Természetesen a céggel különösebb gondok nincsenek. Sajnos a, a közösségi közlekedésbe az utóbbi években bekövetkezett változások, itt törvényi és egyéb gazdaságpolitikai változásokra gondolok. Szóval ezeknek, ezek ilyen kereteken belül nem egészen tisztázódott a a volán cégek szerepe, illetve helyzete, hiszen csak arra utalok, hogy például évenként változott a koncepció, hol arról hallott mindenki, hogy privatizálni fogják a, a volánokat, aztán később ugye az ellenkezője történt. Jelen pillanatban abban a szakaszban vagyunk, hogy a kormány végül is azt gondolom, hogy legalábbis a hozzánk eljutott információk alapján ez úgy néz ki, hogy Tartós állami tulajdonban kívánják tartani a közösségi közlekedést ellátó tehát a De ennek ellenére, mert végül is a bizonytalanságot ez okozza, a gazdasági helyzetünk az nem rózsás, ezt meg kell mondani. Nincs megoldva, ha már a, 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 a szolgáltatás vállalatai keretei így ilyen formán a egy APVR-t, illetve egy, egy kormány döntés alapján tisztázottak is, most már ez a bizonytalanság nincsen, de sajnos a finanszírozási háttere ennek a tevékenységnek még nincs meg. Ugye az eu csatlakozásunkat követően itt több törvényi harmonizációt is végre kellett hajtani. Ezek gyakorlatilag megtörténtek, csak hát nyilvánvalóan az idő miatt is. A költségvetési források szüksége miatt is egyelőre még várnunk kell arra, hogy tényleg azt, mond, azt lehessen elmondani, hogy a szolgáltatásaink árát valamilyen módon megkapjuk, és ezen keresztül, ami a legfontosabb, olyan minőségi szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, ami az utazók közönség megelégedésére szolgál. Tehát összefoglalva azt tudom mondani, hogy nehézségekkel küzdködünk, de mindenképpen reménykedünk abba, hogy a finanszírozási gondok megoldása után ez a cég újra olyan szakaszát fogja élni, mint mondjuk akár tíz évvel ezelőtt is. És hát ezeket a szakaszokat ön nagyon jól ismeri, mert hogyha információim jók, akkor már a Gemenc Volán RT elődjénél is dolgozott. Tehát mondhatni, hogy a tanulmányok után hamar megtalálta ezt a területet? Igen, mert én az első diplomám megszerzése után azonnal a Gemenc Volán elődjéhez kerültem. Itt vállaltam munkát, illetve ha szabad mondani, hogy itt vettek föl. Ez már jó régen volt, 1972-ben akkor még nem Gemenszólának hívták, hanem Volán 11-es számú vállalatot, akkor még számozták a volánokat, e, tröszti szervezetbe e, szerveződtek, vagy működtek akkor a volánok, volt egy országos volán tröszt. Hát az élet az viszont haladt előre. Volt egy időszak, amikor nem itt voltam ennél a cégnél, mert volt egy időszak, amikor egy olyan feladat talált meg, természetesen valahol véletlenül, de örültem neki. Az autoklubot kellett megszervezni Tolna megyébe. A jelenlegi műszaki állomás, ami ott áll még a borkombinát előtt, azt még, hát, ha nem hangzik szerintelenségnek, az én hathatós közleműködésemmel épült, és közel tíz éven keresztül uh, voltam ennek a cégnek a az első számú vezetője de a szívem végig is visszahúzott a volánhoz, 88-ban visszatértem ö, műszaki igazgató helyettesi. állásba. Ez már ö, egy olyan korszakos ö, időpont is volt, mert állítólag én voltam az első olyan felső vezető, aki pályázatutján került a beosztásába, hát akkor már az új szelek folydogáltak, Hát rövid két évet sikerült eltöltenem a főmérnöki székbe, amikor a rendszerváltozás után ugye megpályáztatták a volán cégek e, igazgatói állás e, helyeit. Hát valamilyen szerencse folytan én nyertem el a pályázatot, és 91. 1 -e óta vagyok a GEMEC volán igazgatója. Közben történt egy olyan változás, hogy 93. végén részvénytársaságá alakult a, a cég, azóta a volán. Autóbusz közlekedési részvénytárságnak hívnak bennünket, és hát ezzel nem az ember hiúságát lejeztetve, de hát végül is vezérigazgatói címet is kaptam, de nem szívesen használom. Hát azt hiszem, hogy ez egy ö, sikertörténet. Lehet annak mondani. Így is élte meg? Ö, hát ha innen a mai napról nézünk vissza, akkor igen, de amikor benne volt az ember, azért nem így nézett ki. De végül is az eredménye megvolt. Nyilvánvaló nem a, a, sikerek nem csupán az enyémek, sőt elsősorban nem az enyémek. Talán mindig sikerült olyan, mert elég régóta vagyok vezető beosztásban, talán mindig sikerült olyan kis csapatot magam köré gyűjteni, akivel kiválóan tudtam együttműködni, és jelen pillanatban is ez a helyzet, és az elmúlt 15 évben is így volt én nekik is köszönetet mondok mindig, amikor lehet, mert a kudarcokat a szemével mindig fölvállalom, a sikerekben meg szeretek osztozni a munkatársaimmal. És hát valószínűleg, hogy jó vezetői képességekkel is rendelkezhet az az ember, aki ilyen hosszú ideje tulajdonképpen vezető pozíciót tölt be. Mit tart a titoknak? Tehát mit mondana mondjuk egy fiatal kezdőnek, aki mondjuk szeretne szintén valamiféle vezetői pozícióba lépni, hogy mi a legfontosabb akkor, amikor jelen esetben egy ilyen nagy céget irányít valaki? Hát, mint az előbb is jeleztem, a csapatmunka az a legfontosabb. Hogyha valakinek van, és talán bennem biztos van valami ilyen képesség, bár még nem vetettem számot ezzel, hogy milyen, melyek azok a, a képességei az embernek, vagy tulajdonságai, amelyek lehetővé teszik, hogy így, ahogy itt fogalmazott, hogy ilyen hosszú időt az ember vezető állásba töltsön, de talán ez a csapatépítés a legfontosabb dolog. Bízni kell mindenkiben, nyilván aki erre nem szolgál rá, később ezt bizonyítja, akkor attól viszont gondolkodás nélkül meg kell válni. A munkabírás az a legfontosabb dolog, mert látványos döntéseket hozni, az ahhoz elég a bátorság is. De a megalapozott döntéshez komoly előkészítő munka kell, és ha ez a folyamat így megy, akkor utána már úgy is föl lehet tüntetni, hogy egy bátor döntést hozott az ember, de tudja, hogy mi van mögötte. Mi az, amit leginkább szeret ebben a munkában, ebben a területben, a Gemenc volámban? Hát mivel én autós, illetve benzinnel voltam már beoltva ezelőtt 30-40 évvel is, mert a, a pályámat valamikor még autószerelőként kezdtem, aztán és nyilván ezek csak a, 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 szünidei elfoglaltságaim voltak, de hát Valóban megfertőzi az embert, biztos, és hát gondolkodás nélkül én az autós iparákba helyezkedtem el azonnal, hiszen hát a végzettségem is erre predestinált. És amikor benne van az ember, akkor hát ez egy megmagyarázhatatlan megmagyarázhat, dolog. Ö, szeretni kell, és azt hiszem, hogy lehet is nagyon szeretni ezt a munkát. Hát aztán később, ahogy az ember eltávolodik a, a közvetlen, nem pejoratív vételmével a közvetlen munkától, de mondjuk a fizikai munkától távolodott a, az egyéb területek felé, vagy minél komolyabb feladatokat, beosztásokat kapott, akkor újra-újra bele kellett szeretni ezekbe a részfeladatokba. De azt hiszem, hogy egy ilyen egységes egészi állt azért össze. Tehát a, a villáskulstól a, jelen pillanatban laptopig mindent szeretek ebbe. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az autón éppen meghibásodik valami, akkor nem biztos, hogy rögtön szerelőt hív, hanem még akár megbütyköli. Hát ez valamikor így volt, egész biztosan, mert autoklubos koromban én rengeteget dolgoztam is, kétkezi munkát is végeztem, amikor olyan torlódások voltak de ma már ugye a komputeres autók világában azért azt, azt, tudom, hogy mihez nem szabad már hozzá nyúlni. Amihez hozzá lehet nyúlni, az nyilván hozzá nyúlok, de amihez csak szakszerviz nyúlhat hozzá, azt is tudom, hogy ahhoz nem szabad hozzá nyúlni. A magánéletről mit szabad tudni? A magánéletem, azt én mindig úgy kezeltem, hogy egy kicsit az a saját világom, nem szeretek vele túlságosan a nyilvánosság előtt szerepelni, annyit azért mindenképpen elárulok, hogy három gyermekem van, hát a gyermek az már idézőjelben szól, a legkisebb az 11 éves ő, rá ez igaz, de a két felnőtt gyermekem, már három unokám is van. Ó, hát ez nagyszerű. Csak annyit áruljon még el, hogy van, aki esetleg hasonló érdeklődésű, aki mondjuk viszi tovább a vonalat? Igen. A Gábor fiam szintén ezt a pályát választotta, bár én óvtam tőle, de hát ő is már négy-öt éves korában olajos volt az aknába, nem tudtam magam el hessegetni. Őt is. Megcsapta, nem a lábát. A így van. Ö, érdeklődéssel nézem az ő pályáját. Ö, azt hiszem, hogy jelen pillanatban még töretlen. Remélem, így is lesz. Ő jelen pillanatban az AutoCenter KFT, aki a KIA Márka Szerviznek az ügyvezetője. Na no, hát akkor. Alma nem esett messze a fájától, ahogy szokták volt mondani. Általában akik vezető pozícióban vannak, és ö, akár magánbeszélgetések kapcsán, de ha éppen ebben a székben ülnek, akkor azért mindenki panaszkodik arról, hogy ugye ez a nap 24 órából áll, és milyen jó lenne, hogyha egy kicsit többből, hiszen sokszor nem jut azokra a dolgokra idő, amit az ember úgy szeretne a feltöltődésért megtenni. Mennyire van ideje barátokkal találkozni, van-e valami hobbija, ami kikapcsolja? Hát régebben volt a sport, az a hobbim volt, én szerettem fotballozni, valamikor igazott labdarúgó is voltam, de ez már olyan messze van, hogy már nagyon nem is emlékszem rá. Az, hogy fogalmazta a barátok, azok jelentik a kikapcsolódást, meg hát nyilván a, a család, a kis unokák. Igazából az ember ugye nem 8 órát dolgozik naponta, Átlagban egész biztos nem hmm. ami uh, szabad idő, ideje van az embernek, az mindig a hétvége, hát ez a család és a, azon belül inkább az unokáké. Sportra jut idő, most is azért még? Igen, a, hát a barátok között. Uh -huh a barátok közt, hogyha ha szervezünk időnként egy-egy lábteniszpartit, ezt, azt, abban nagyon, vagy röplabda, strandröplabda partit, ilyesmit, akkor azon nagyon szívesen részt veszek. És dupla az örömmel, mert az ember a barátai között van, és még mozog is talán egy keveset. Vissza kanyarodva mégis a cég életéhez, így a beszélgetés vége felé. Hát ugye nagyjából éreztük az elején, hogy biztos sat nem lehet mondani, de azt hiszem, hogy ez a mai világban úgy ámblok igaz, hogy mindig ez a hát, ahogy ön is mondta, az azért ott van a vezetők, az emberek többségében is, de mégis, hogyha azt nézzük, hogy Gemenc volán, akkor mi a jövő? Mi a fejlődés útja? Kérdezhetném a... azt is, hogy miért dolgoznak. Hát ezt gyakorlatilag egy mondatban is össze lehetne foglalni, és talán olyan nagy külön magyarázat nem is kell hozzá. Nekünk az a célunk, hogy olyan szolgáltatást nyújtsunk, ami az utasok érdekeit és megelégedését szolgálja. Hogy most per pillanat, ugye a külső körülmények és egyéb, egyéb körülmények miatt ez nem százszázalékosan sikerül, azt, ahogy mondtam, nem biztos, hogy a mi, mi hibánk. Persze nyilván a mi dolgozóinkban is vannak hibák, hiszen azért egy autóbuszvezetőnek igen nagy empátiával kell rendelkezzen az utasaival szemben. Néha nyilván ők is vagy a túlfeszítettség miatt, egyéb miatt nem úgy viselkednek, de ez nálunk egyébként alapkövetelmény. Mi ezt elég erősen szoktuk szank szankcionáljuk, akkor, hogyha ilyen panaszok érkeznek. Tehát ez a ez a jövő, amelyhez remélem az anyagi eszközök is majd rendelkezésünkre fognak állni, és ez a két dolog együtt, a szolgáltatói magatartás és az elegendő anyagi források, ami ugye a műszaki hátteret jelenti, a korszerűbb autóbuszokat jelentik, mind azt szolgálják, hogy az utasaink elégedettek legyenek. Egyébként Tolna megyében az utasok elégedett utasok, vagy lehet azt mondani, hogy inkább nehezebb esetek, reklamálósabb utasok? Vannak-e kirívó történetek? Hmm. Ö, mindig vannak természetesen, ezeket a panaszokat kivizsgáljuk, de ha a mértékre kíváncsi, 39-40 millió utas fordul meg nálunk egy évben, és a panaszos levelek száma, éppen a múltkor ö, foglalkoztam vele, száz alatt van. Ó, hát ez. Minden esetre ennyinek sem szabadna lenni, mert nekünk mi, az egy panaszos is ö, sok, a nullánál nyilván az több, de ezeket is mind alaposan kivizsgáljuk. Vannak köz, ö, közöttük ö, jogos panaszok, a döntő, egy, döntő részük egyébként jogos. Van egy kicsit ö, ö, úgy érezzük, hogy nem egészen megalapozott panasz, de tőlük is nyilván elnézést kérünk levélbe, és meg is fogadjuk azokat a, a, a panaszok által közvetített tanácsokat is, amit az utazó közönségtől kapunk. Ebből merítve mi lehet az a tanulság, ami esetleg az utazó közönségnek is a jövőben egy kicsit más szemléletet adhat? Ugye az éremnek két oldala van, szoktuk mondani. Ö... Az talán nem annyira közismert, hogy... Ö, van egyébként egy olyan, ö, a közvéleményben egy olyan vélekedés, hogy ugye állandóan emeljük a, nem mi egyébként, hanem a, az ellátásért felelős önkormányzatok. Ez nem úgy van, hogy ön ül nem. otthon, és akkor kitalálja, nem. hogy holnap. Nem, az árhatóság, nem mi vagyunk. Ö, mi csak javaslatot teszünk, amit vagy elfogadnak, vagy sem. Tehát az utas azt érzi, hogy ö, ö, ugye minden éve többet fizet a, a, a buszjegyér a bérletér, vagy az utazásáért. És ő mindig nyilván a, a szolgáltatott hibáztatja ezért, és talán ne, nem azért, hogy mi elhárítsuk magunk felől a felelősséget ebbe a kérdésbe, de ha mind összehasonlítja az árakat és a nyújtott szolgáltatást, akkor néha ugye azt érzi, hogy a szolgáltatás az valahol az a színvonal stagnál, mi ugyanannak a megőrzésére törekszünk jelen pillanatban, mert másra nagyon nincs lehetőségünk, de azt érzi, hogy ebben párhuzamosan, illetve ettől elszakadva az árak azért növekednek évről évre, és a hátteret igazából nem tudjuk e, megvilágítani, mondjuk nem is teszünk olyan hatalmas nagy kísérleteket rá, hogy a finanszírozás nehézségei ettől még föl, fönnállnak. Akkor, amikor, tehát nem tudja az utas, hogy amivel ő, amely autóbuszsal aut, utazik, egy nem különösebb luxussal főszerelt autóbuszára is 40 millió forint és nekünk abból évente nagyon sokat kéne venni, és nem tudunk annyit, amennyit ö, szeretnénk, vagy amennyire szükségünk lenne, de akkor is 40 millió forint egy ilyen autóbusz. És a volán, ö, a Gemec Volán ö, évente azért ö, a jó években közel 600 milliót, a, a rosszabb évekbe is 300 400 milliós ö, beruházásokat végez, és ennek a döntő többsége több mint 80%-a autóbuszra fordítódik. Tehát ezt valahogy nem érzi a, az utazó közönség, de igazából nem is akarjuk vele traktálni, de ha már egyszer egy ilyen lehetőség van és elmondhatja az ember, akkor azt, azt most akkor szívesen elmondom, hogy itt azért egy nagy űrtátong, és ha ő ezt így is érzékeli, a, amit érzékel az áremelésekből, akkor azt is tudnia kell, hogy, hogy a, az állandóan növekvő árak, az infláció, a, a, az autóbuszok árai aztán a nyilván a, a, a cég működéséhez is szüksége, szükségesek bizonyos források. A saját embereiket is szeretnénk úgy ö, megbecsülni anyagilag is, hogy olyan szolgáltatást várhassunk el tőlük, amilyet mi szeretnénk. Tehát valahol ezt szeretnénk a kommunikációba áthidalni, de óvatosan kell ezzel mindenképpen bánni, hogy nehogy véletlenül megsértsünk olyanokat, akik szintén nem tehetnek igazából erről. Tehát itt az önkormányzatokra, a, esetleg a minisztériumi olyan emberekre gondolok, akik szakemberként támogatják ezeket a dolgokat. A politikától meg több empátiát várunk ebben a kérdésben. És én még, hogyha hozzátehetek annyit, akkor azt mondanám, hogyha már arról beszélgetünk, hogy egy ilyen szép új autóbusz 40 millió forint, akkor én sem szeretnék senkit megbántani, de amikor használjuk ezeket a járműveket utasként, akkor próbáljunk meg rá vigyázni is. Mert azért az ember sajnos sokszor nagyon-nagyon csúnya dolgokkal találkozik, és csúnya dolgokat lát. Én azt gondolom. Igen, én egyszer elszóltam magam a tévébe, de remélem nem sokan emlékeznek rá, de talán akkor mégiscsak föl ele eleveníteném. Ö, valamikor tíz évvel ezelőtt talán mondtam, amikor egy, szintén egy ehhez hasonló kérdést kaptam, kicsit sarkosan fogalmaztam, azt mondtam, hogy a kulturált tömegközlekedéshez kulturált utas is kellene, és ezzel lehet, hogy sokakat megsértettem, de akiket, véle, akiket ig ö, ö, jogosan sértegettem, azt már most se vonom vissza, az utazó közönségnek a túlnyomó többségétől pedig tíz év múlva is elnézést kérek. <laughs> Így legyen. Véget ért a beszélgetés. Egyetlen egy dolog, ugye bányászok jutottak most eszembe, amikor találkoznak, munkába mennek, ö, ö, éppen műszakot cserélnek, jó szerencsét kívánnak. Az autóbuszvezetők mit kívánnak egymásnak? Jó utat! Hát akkor így legyen ez a jövőben is. Köszönöm, hogy itt volt a nézőknek a figyelmet, köszönöm, meg várom önöket legközelebb is, viszontlátásra.